Stúdiónk mai vendége Éliás János, helytörténeti kutató. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, és üdvözlöm én is a nézőket. Mit lehet tudni erről a konferenciáról? Kik vesznek részt, hány ország történészei? Meséljen erről nekünk egy kicsit. Jó, hát ez az International Medieval Congress, ugye a nemzetközi medievista középkoros konferencia, ez ugye Leedsben kerül minden évben megrendezésre, és hát az egész világról jönnek itt, most így átfutva az absztrakt füzetet, ami nem is füzet, hanem már egy ilyen jókora vastag könyv volt, de hál' Istennek a szervezők egy külön applikációt is készítettek erre az alkalomra. Hát Indiától Amerikáig mindenki, talán majd, hogy nem minden országból részt vettek, de elég sokan, pontos számot sajnos nem tudok mondani. És például az én szekciómban volt egy ír és egy Egyesült Államokbeli hölgy is. Ezen a konferencián csak résztvevő hallgató volt, vagy előadást is tartott? Előadást is tartottam. Itt most ugye egy közös produkcióról volt szó az egyik kollégámmal, Varga Imrével, és igazából ketten adtunk elő egy előadást. Ugye Anne de Foix oklevéltára, illetve azon belül is a kapcsolati hálózata. Ugye Anne de Foix 1502-től 1506-ig volt a Magyar Királyság királynéje, ugye II. László felesége volt. Honnan jött ez a téma? Tehát a történész konferencián vannak ilyen adott témák, vagy ezt önök találták ki, ezt a témát, hogy most ezt dolgozzák föl és adják ott elő? Ez is egy régebbi történetre nyúlik vissza. Még 2019-ben kértek fel, vagyis gondoltak rám, ez a helyesebb kifejezés, rám is, és akkor egy nagyobb létszámú csoportot megkértek, hogy segítsünk be az egyik tanár úrnak, Györkös Attila tanár úrnak a projektjébe. Ugye ez egy szintén egy forráskiadás, egy oklevél kiadás lesz, ami reményeink szerint még idén megjelenik. És azonban ugye a Covid közbeszólt 2020-ban, úgyhogy egy évet pihent az anyag, és hát 2021-ben futottunk neki ismét ennek az oklevél átírásnak. Összesen 63 oklevél volt, ebből azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 15 oklevelet kellett teljesen átírni, a többit pedig átnézni. Ezt már vagy korábban kiadták az 1800-as években, 1900-as években, vagy Györkös tanár úr írta át korábban. És hát ugye ebben belefolytam, mint nem középkoros, szeretem az új kihívásokat, és hát megszerettem nagyon az anyagot, és ugye én mindig igyekszem új programokat megtanulni, és hát jött ez a gráfkezelő program, ez a GEFI nevű program, és hát mondom, miért ne? És akkor így összekötöttük az oklevelekben résztvevő személyeket, hogy kihez kapcsolódnak, hogyan kapcsolódnak, mekkora volt a kapcsolati hálója a királynénak, és igazából erről adtunk elő. Erre a konferenciára jelentkezni lehet, vagy meghívásos alapon működik, vagy bárki számára elérhető, aki szeretne oda eljutni? Erre jelentkezni kell, ugye be kell adni egy pár soros absztraktot, ami ugye tartalmazza az előadás menetét, körülbelül miről fog szólni, és akkor az alapján be tudnak minket sorolni egy szekcióra. És hát ugye ennek van regisztrációs díja, ebben most itt megemlítem, és nagyon szépen köszönöm a Karcagváros önkormányzatának a pénzbeli támogatását, akik nélkül azt hiszem nem jöhetett volna létre, mert még ugye ki is kellett utaznunk, ott ennünk kellett, és minden egyebet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.